28. fejezet. Elsodortak az események, és arra sem jutott időnk, hogy felvázoljuk a nevetséges udvaroncokat, akik ott nyüzsögnek a pármai fejedelem udvarában, s ostoba megjegyzésekkel kísérik mindazt, amit mi elmondtunk. Pármában a 3-4 ezer líra évjáradékkal rendelkező kisnemesek mindenek előtt azzal a feltétellel jelenhetnek meg fekete harisnyában a fejedelem reggeli fogadásán, hogy nem ismerik Voltaire-t és Rousseau-t, ezt a feltételt nem nehéz teljesíteni. Ezen kívül szükséges, hogy megindultat tudjanak beszélni a fejedelem náthájáról, vagy a legújabb ásványküldeményről, mely 100 országból érkezett. Ha egy ilyen kis nemes ezek után egyetlen egy a napon sem mulasztotta el a misét, s ha bizalmas barátai között 2-3 kövér szerzetes is akadt, a fejedelem évenként egyszer kegyesen megszólította 2 héttel új év előtt vagy után, s ez a kitüntetés egyházközsége hívei előtt nagy tekintélyt szerzett neki, az adószedő pedig nem merte túlságosan zaklatni, ha késett azzal az évi 100 frankkal, amit kis birtokára kivetettek. Gonzo úr ilyenfajta szegény ördög volt némi vagyonkával, és ezen kívül Crescenzi Márki pártfogó szava remek álláshoz juttatta, mely évenként 1550 frankot jövedelmezett. Gonzo úr otthon is vacsorázhatott volna, de egyetlen szenvedély fűtötte, csak akkor volt nyugodt és boldog, ha valamelyik nagyúr szalonjában forgolódhatott, aki időnként rászólt, ugyan hallgasson már Gonzo maga szamár. Az ilyen ítéletet csak a bosszúság vetette oda, mert Gonzo általában okosabb volt, mint a nagyúr. Mindenhez hozzászólt, és elég ügyesen. Ezen kívül a házúrának egyetlen arcrándulására készségesen megváltoztatta véleményét. Hogy pontosak legyünk, nagyon jól értett ahhoz, mit lehet használni, mi lehet a hasznára, de saját ötlete sohasem akadt. És ha a fejedelem nem volt náthás, gyakran zavarba jött, amikor belépett valamelyik pármai szalonba. Gonzo annak köszönhette tekintélyét Pármában, hogy volt egy csodaszép háromszegletű kalapja, kissé viharvert, fekete toll díszítette, ezt a kalapot még frakhoz is viselte, de látni kellett őt, hogyan hordozta ezt a tollat, akár a fején, akár a kezében, ez volt a tehetsége és a nagysága. Őszinte aggodalommal érdeklődött a Márkiné kiskutyájának egészsége után, és ha a Crescenzi palotában tűz ütött ki, az életét is kockára teszi, hogy megmentsen egy szép, aranybrokátos karosszéget, legalább egyet azok közül, melyek már évek óta érintkeztek fekete sejemnadrágjával, ha véletlenül olyan merész volt és egy pillanatra leült. 7-8 ilyenféle figura jelentkezett minden este 7 órakor Crescenzi Márkiné fogadó termében. Alig ültek le, ragyogó öltözetű lakály jelentkezett dús ezüst zsinórozással díszített halványsárga Libériában, melynek pompáját vörös mellény egészítette ki. A lakály átvette a szegény ördögök kalapját és botját, rögtön a nyomában jött egy másik lakály, ez fekete kávét hozott valószínűtlenül kicsiny, finom mívű ezüst talpacskán álló csészében, majd feltűnt a fő lakály, kicsi dísztört és franciás szabású pompás ruhát viselt, ő fél óránként fagylaltot kínált. Fél órával a kis kopott udvaroncok után 5-6 tiszt érkezett, harsogtak és harcívasak voltak, és rendesen arról vitatkoztak, hány gombot és milyen gombot viseljen zubbonyán a katonaság, hogy a fővezér győzhessen. Ebben a szalonban oktalanság lett volna francia újságból idézni még akkor is, ha a hír a legkellemesebb hírek közé tartozott, például 50 liberálist főbelőttek Spanyolországban. Az elbeszélőre menden rásütötték a bélyeget, francia újságot olvasott. Ezek az emberek akkor remekeltek, ha elérték, hogy kegydíjukat 10 évenként 150 frankkal emelték. Így osztja meg a fejedelem nemeseivel a gyönyörűséget, hogy uralkodik a parasztok és a polgárok felett. Senki nem vitathatja, hogy Crescenzi szalon főszereplője Foscarini lovag volt, kifogástalanul tisztességes ember, le is csukta rövid időre mindegyik uralom. Tagja volt annak a híres képviselőháznak, mely Milánóban elvetette Napóleon által előterjesztett beiktatási javaslatot. Ilyesmi elég ritka a történelemben. Foscarini lovag 20 évig volt a Márki anyjának barátja, s továbbra is tiszteletben tartott ember maradt a családban. Mindig akadt egy mulatságos története, éles figyelő tekintetét semmi nem került el, s a fiatal Márkiné remegett előtte, mert szíve mélyén bűnösnek érezte magát.
Mivel Gonzo őszintén lángolt a nagyúrért, aki csak gorombaságukat mondogatott neki, sőt, évenként egyszer-kétszer meg is rékadta, Gonzo fáradhatatlanul igyekezett kis szolgálatokkal a kedvében járni, és ha meg nem bénítja a nagy szegénységtől elválaszthatatlan viselkedése, ez néha sikerülhetett is volna neki, mert nem hiányzott belőle bizonyos adag ravasság és jóval nagyobb arcátlanság. Ez a Gonzo, akit most már megismertünk, eléggé megvetette Crescenzi Márkinét, mert az soha nem beszélt vele udvariatlanul, de hát felesége volt a híres Crescenzi Márkinak, a fejedelemasszony főkamarásának, aki havonta egyszer, de néha kétszer is rászólt: ugyan hallgass, Gonzo, szamár vagy. Gonzo észrevette, hogy bármit mondanak a kis Anetta Mariniről, a Márkiné egy pillanatra mindig kizökkent álmodozásából és hanyag közömbösségéből, melybe különben egészen elmerült, míg csak az óra 11-et nem ütött. Ilyenkor teát készítetett, és a jelenlévőket egyenként megszólítva teával kínálta őket. Ezután, mielőtt visszavonult lakosztályába, mintha egy pillanatra felelevenedett volna, ezt a pillanatot választották ki, hogy elmondjanak neki néhány gúnyolódó szonettet. Itáliában első rangúak ezek a szonettek, az egyetlen műfaj, melyben még élet lüktet. Persze ezeket a szonetteket nem cenzúrázzák. A Casa Crescenzi udvaroncai mindig ezzel a kérdéssel vezették be szonettjeiket. Megengedi kegyelmes Márkiné, hogy jelenlétében elmondjunk egy hitvány kis szonettet. És amikor a szonetten nevettek, és már kétszer-háromszor elispételték, mindig akadt egy tiszta, aki felkiáltott: a rendőrminiszter úr igazán jól tenné, ha végre felakasztatná néhány ilyen gazság szerzőjét. A polgári társaság ezzel szemben őszinte lelkesedéssel fogadja az ilyen szonetteket, és az ügyvéd gyakornokok pénzért másolatokat terjesztenek belőlük. A Márkiné valamelyes kíváncsiságot árult el, és Gonzo ebből arra következtetett: túlságosan is dicsértek előtte a kis Marini lány szépségét, akit különben egymilliós vagyonai szépített, s a Márkiné féltékeny rá. Gonzo, ha a polgárokkal volt dolga, örökké mosolyogva és határtalan szemtelenséggel mindenhová behatolt. Már másnap megjelent a Márkiné szalonjában, s tollas kalapját oly diadalmasan hozta, ahogyan évente csak egyszer vagy kétszer láthatták, olyankor, amikor a fejedelem búcsúzóul neki is odaszólt: Isten önnel, Gonzo! Tisztelettel köszöntötte a Márkinét, és nem tágított mellőle, mint máskor, nem ült le az elébe tolt karosszékre, megállt a kör közepén, és nyersen felkiáltott: láttam Monsignore del Dongo portréját! Cléliát annyira meglepte, hogy meg kellett kapaszkodnia a karosszék karfájában, próbált kitartani a nehéz helyzetben, de hamarosan úgy érezte, jobb, ha távozik a szalomból. Valljuk be, szegény Gonzo, maga ritka tapintatlan ember! Kiáltott fel gőgösen az egyik tiszt negyedik fagylaltja után. Hogy lehet elfelejteni, hogy a koadjutor Napóleon seregének egyik legbátrabb ezredese komiszul megtréfálta valaha a Márkéni apját? Úgy sétált ki a fellegvárból, melyben Conti tábornok parancsnokot, mintha csak a Steccatából lépett volna ki. Ez Párma főtemploma. Hát én csak ugyan sok mindent nem tudok, kedves kapitány, szegény hülye vagyok én, aki naphosszat bakot lő. Válasza megfelelt az olasz ízlésnek, mindenki a ragyogó tiszt rovására nevetett. A Márkiné hamarosan visszatért, már erőt vett gyengeségén, s kissé abban is reménykedett, hogy ő maga is megcsodálhatja Fabrizio portréját, melyről azt mondták, remekül sikerült. Áradozva dicsérte Ayes tehetségét, ő festette a portrét. Maga sem tudott róla, kedvesen rámosolygott Gonzóra, az meg gúnyosan nézte a tisztet. S mert a palota többi vendége is ugyanebben lelte kedvét, a tiszt elmenekült, szívében halálos gyűlölettel Gonzo ellen. Gonzo maradt a győztes, és amikor este elbúcsúzott, meghívták másnap ebédre. Már tudom a folytatást! Kiáltotta Gonzo a következő nap ebéd után, amikor az inasok kimentek. Hát, ami koadjutorunk bizony beleszeretett a kis Marini lányba. Elképzelhetjük, mennyire megzavarodott Clélia a különös hírre. Még a Márkit is felizgatta. De Gonzo, kedves barátom, maga megint bolondokat beszél, mint mindig, és igazán tartózkodóban beszélhetne olyas valakiről, akit az a kitüntetésért, hogy már 11-szer visztezhetett ővelségével. Esküszöm, Márki úr! Felelte Gonzo az e fajta emberek durvaságával. Szívesen eljátszana ő a kis Marinivel is. De nekem elég, ha a Márki úr nem szeret az ilyen részleteket, már nem is tudok róluk. Semmiképpen meg nem sérteném a rajongva tisztelt Márki urat.
Crescenzi Márki ebéd után mindig visszavonult pihenni, ma eszébe sem jutott. De Gonzo leginkább a nyelvét vágatta volna le, mint hogy még egy szót szóljon a kis Marini lányról. Minduntalan más újdonságba vágott bele, s ezt mindig úgy tette, hogy a Márki állandóan remélhetett, no, most rögtön visszakanyarodik a kis polgárlány szerelmeskedéséhez. Gonzo fölényesen rendelkezett az olasz szellemnek azzal a tulajdonságával, hogy gyönyörűséggel késleltetni tudja a várva várt mondatot. Szegény Márkinkat már halálra gyötörte a kíváncsiság, már ő kezdett udvarolni Gonzónak, azt mondta neki, ha az az öröm éri, hogy vele ebédelhet, kétszer annyit eszek, mint máskor. De Gonzo nem akarta megérteni őt, és arról kezdett csevegni, milyen csodálatos képgyűjteményt állított össze Balbi Márkiné, a boldogult fejedelem barátnője. Háromszor, négyszer is ájézre terelte a szót, a mélységes bámulat ellassúdott hangján. A Márki már-már reménykedett, helyes, végre visszatér a portréhoz, melyet a kis Marini lány rendelt, de Gonzónak éppen csak ez nem jutott eszébe. Ötöt ütött az óra, s a Márki egészen elkedvetlenedett, mert megszokta, hogy délutáni pihenője után fél hatkor kocsiba száll, és indul a korzóra. Na látja, hová jut az ostobaságaival, szólt rá durván Gonzóra. Maga miatt a fejedelem asszony után érek a korzóra, én a főkamarása, akinek számára esetleg parancsa van. Gyerünk, siessel, mondj el röviden, ha ugyan tud röviden beszélni, hogyan állunk a koadjuktor úr állítólagos szerelmével. De Gonzó ezt az elbeszélést a Márkinénak szánta, aki meghívta őt ebédre. Távirati modorban néhány szóba sűrítette a számon kért történetet, s a Márki szinte félálomban sietett lepihenni. Szegény Kléliával Gonzo már egészen más hangot ütött meg. Klélia nagy gazdagságában is fiatal és gyanútlan maradt, s azt hitte, jóvá kell tennie férje goromba szavait, melyekkel Gonzóra támadt. Gonzót elbűvölte sikere, ékes szólása kivirágzott, s nem csupán kötelességtudásból, hanem őszinte gyönyörűséggel merült el a kifogyhatatlan részletekbe. A kis Anetta Marini egy zecchinót is megadott egy-egy fenntartott helyért Fabrizio prédikációira. Minden alkalommal két nagynénjével és apja régi pénztárosával érkezett. A kiválasztott helyeket már előző naptól őriztette, legtöbbnyire a szószékkel szemben, de a főoltártól kissé oldalt, mert megfigyelte, hogy a koadjutor gyakran fordul az oltár felé. Azt pedig a közönség is észrevette, hogy a fiatal prédikátor beszédes tekintete sűrűn és gyönyörködve pihen meg az izgató szépségű fiatal örökös nőn, és bizonyára elég figyelemmel, mert mihelyt szemét reászegezte, szónoklata tudós ízűvé vált, torlódtak az idézetek és elapadt a szívből fakadó érzés, az asszonyok érdeklődése szinte azon nyomban megszűnt, a Marini lányt kezdték nézni és ócsárolni. Clélia háromszor is elismételtette ezeket a furcsa részleteket, amikor már harmadszor hallotta, elrévedezett. Azt számítgatta már 14 hónapja, hogy utoljára látta Fabriciót. Vajon nagy hiba lenne, kérdezte magától. Ha egy órára elmennék a templomba, nem azért, hogy őt nézzem, csupán azért, hogy meghallgassak egy híres egyházi szónokot. Különben is egészen távol ülnék a szószéktől, csak egyszer néznék rá, amikor belépek, s még egyszer, mikor befejezi prédikációját. Nem, gondolta Clélia, nem Fabriciót fogom nézni, a csodálatos szónokot hallgatom meg. De amíg így érvelt, a lelkiismerete nem volt nyugodt. Milyen kifogástalanul tartotta magát 14 hónapig. Hát jó, döntött, hogy valamiképpen megnyugtassa magát. Ha az első asszony, aki eljön hozzánk ma este, hallotta Monsignore del Dongot prédikálni, én is meghallgatom. De ha nem hallotta, én is lemondok róla. Amint a Márkiné ezt elhatározta, boldoggá tette Gonzót egy kívánságával. Igyekezzék megtudni legközelebb, mikor fog a koadjutor prédikálni és melyik templomban. Mielőtt ma este elmegy tőlünk, talán megbízom valamivel. Alig indult Gonzó a korzóra, Clélia kilépett palotája kertjébe. Megkívánta a friss levegőt. Eszébe sem jutott, hogy 6 hónapig ki sem tette a lábát a kertbe. Élénk volt, felpesdült, kipirult. Este izgatottan feldobogott a szíve, amikor egy-egy unalmas vendég belépett a szalomba. Végül Gonzót jelentették, aki csak rápillantott, s látta, hogy
egy hétig nélkülözhetetlen ember lesz. A Márkiné féltékeny a kis Marini lányra, s bizisten kitűnően rendezett komédia lesz, melyben a Márkiné játssza a primadonna szerepet, a kis Annette a szubrettet, és Monsignore del Dongo a hősszerelmest. Mondhatom, 2 frank nem sok a belépőjegyért. Azt sem tudta, hová legyen örömében, egész este mindenkinek a szavába vágott, a legsületlenebb történetkéket mesélte. Például a híres színésznőről és Pegényi Márkiról, azt tegnap hallotta egy francia utazótól. A Márkiné ez alatt egyetlen pillanatra sem tudott megnyugodni. Ide-oda járt a szalonban, majd belépett a szalonnal szomszédos képtárba, ahová a Márki csak olyan képeket akasztatott, amelyekért legalább 20 000 frankot fizetett. Ezek a festmények ma este olyan érthetően szóltak hozzá, hogy a Márkiné szíve belefáradt a megindultságba. Végül hallotta, hogy nyílik a szárnyas ajtó, a szalonba sietett. Raverzi Márkiné érkezett. S Clélia érezte, hogy hangja megcsuklik, míg a szokásos udvariaskodásokkal fogadja. Mit szól ehhez a felkapott prédikátorhoz? Kérdezte tőle. Raverzi Márkiné megismételtette a kérdést, mert először nem értette Clélia szavait. Eddig kis intrikusnak tartottam, kitűnő Mosca grófnénk méltó unokaöccsének, de amikor utoljára beszélt, tudja, a Visitazione templomban, itt szemben magukkal olyan felséges volt, hogy minden gyűlöletem elmúlt, azt hiszem, soha nem hallottam még ilyen nagyszerű szónokot. Akkor hát ott volt a prédikációján? Kérdezte Clélia, és megremegett a boldogságtól. Mi az? Nevetett rá Verzi Márkiné. Hát maga nem hallgat rám. Semmiért nem mulasztánám el ezt a prédikációt. Azt mondják, tüdőbajos, és nem sokáig prédikál már. Alig távozott a Márkiné, Clélia beszólította Gonzót a képtárba. Már-már elhatároztam, hogy meghallgatom ezt a prédikátort, akit annyira dicsérnek, fordult hozzá. Mikor prédikál legközelebb? Most 7 főn, vagyis 3 nap múlva. És mintha csak kitalálta volna kegyelmességet, szándékát, itt prédikál majd a Visitazione templomban. Még nem beszéltek meg mindent, de Clélia már alig tudott egy-egy szót ejteni. 5-6-szor végigjárta a képtárt, és csak hallgatott. A bosszú dolgozik benne, gondolta Gonzó. És valóban, hogyan lehet valaki annyira arcátlan, hogy megszökik a börtönből, olyan valaki, akit az a kitüntetés ért, hogy maga a hős Fabio Conti tábornok őrzi. Egyébként sietnünk kell, jegyezte meg Gonzó ravaszgúnnyal. Sietnünk kell, mert tüdőbajos. Hallottam, mikor Rambó doktor kijelentette, már 1 éve sincs. Isten megbünteti, amiért megszakította fogságát, és hogy álnokul megszökött a fellegvárból. A Márkiné leült a képtár pamlagára, sinted Gonzónak, üljön le ő is. 1-2 perc múlva kis erszényt adott át neki, melyben néhány zekhínót készített. Foglaltasson számomra 4 helyet. És engedélyt kaphat-e szegény Gonzó, hogy kegyelmességét kíséretéhez odalopakodhassék? Hogyne, foglaljon le kérem 5 helyet. Egyáltalában nem fontos nekem, tettem még hozzá, hogy közelüljek a szószékhez, de szeretném látni Marini kisasszonyt, akiről azt mondják, hogy nagyon csinos. A Márkiné azt sem tudta, éle hal-e azon a 3 napon, mely a nevezetes hétfőtől a prédikáció napjától elválasztotta. Gonzó, akit az az óriási megtiszteltetés ért, hogy nyilvánosan láthatják ilyen előkelő hölgy kíséretében, kardot is kötött francia ruhájára, de nem érte be ennyivel, felhasználta a palota közelségét, és egy pompázatos, aranyozott karosszéket vitetett át a templomba a Márkiné számára, amit a polgárok kihívó szemtelenségnek tartottak. Elképzelhetjük, mit érzett a szegény Márkiné, mikor meglátta a karosszéket pontosan szemközt a szószékkel. Clélia egészen megzavarodott, szemét lesütötte, a hatalmas karosszék egyik sarkába húzódott, s még a kis Marini lányt sem merte megnézni, pedig Gonzó ujjal is rámutatott, olyan arcátlanul, hogy Clélia végleg kétségbe esett. Aki nem volt nemes, azt Gonzó levegőnek nézte. Fabrizio megjelent a szószéken, olyan sovány volt, annyira sápadt és sorvadó, hogy Clélia szeme azonnal megtelt könnyel. Fabrizio mondott néhány szót, majd megállt, mintha hirtelen elvesztette volna hangját, hiába igyekezett egy újabb mondatba belekezdeni. Megfordult és elővette egy teleírt lapot. Testvéreim, kezdte, egy szerencsétlen szánalmatokra méltó lélek kért titeket az én hangommal, imádkozzatok érte, érjenek véget gyötrődései, melyeket teljesen csak halála szakíthat meg. Fabrizio igen lassan olvasta a papírlapra írt szavakat, de hangja oly kifejező volt, hogy még az ima közepére sem ért, és már mindenki sírt, még Gonzó is. Legalább nem engem figyelnek, gondolta a Márkiné,
miközben könnyei ömlöttek. Míg Fabrizio a leírt szöveget olvasta, egy-két ötletet támadta szerencsétlenről, akinek érdekében hívei imáját kérte, s hamarosan csak úgy tolongtak gondolatai. Úgy látszott, hallgatóihoz szól, de ő csak a Márkinénak beszélt. Prédikációját valamivel hamarabb fejezte be, mert bármennyire uralkodott magán, a könnyek úgy folytogatták, hogy szavai érthetetlenné váltak. A jó megfigyelők talán kissé szokatlannak tartották ezt a prédikációt, de szenvedélyességében legalábbis olyan értékűnek, mint azt a híres beszédet a gyertyafénnyel világított templomban. És Clélia? Alig olvasta fel Fabrizio az ima első 10 sorát, már iszonyú bűnnek érezte, hogy 14 hónapot hagyott elmúlni, és ez alatt nem látta Fabriziót. Amikor hazatért, ágyba feküdt, és egészen zavartalanul gondolkodhatott Fabrizióról. És másnap, már kora délelőtt Fabrizio ezt a rövid levelet kapta. Bíznak a becsületességében. Keressen 4 bátor embert, akikről biztosan tudja, hogy hallgatni fognak, és holnap, amikor az Tekka tában elüti az óra az éjfélt, legyen ott a San Paolo utcában a 19-es szám előtt a kiskapunál. Ne felejtsél el, hogy megtámadhatják, ne jöjjön egyedül. Amikor a mennyei betűket megismerte, Fabrizio térdre rogyott és sírni kezdett. Végre! Kiáltotta. 14 hónap és 8 nap, engem sem hall többé senki prédikálni. Hosszadalmas volna mindent elmondani, ezt a sok bolondságot, ami ezen a napon Fabrizio és Clélia szívét ide-oda dobálta. A levélben megjelölt kis kapu természetesen a Crescenzi palota narancskertjének kapuja volt, s Fabrizio módját ejtette, hogy napközben legalább 10-szer megnézze. Magához vette pisztolyait, és éjfél előtt néhány perccel gyors léptekkel egyedül sietett oda a kapuhoz, és kimondhatatlan boldogságtól megremegve hallotta, hogy egy jól ismert hang suttogja, erre, erre, kedvesem. Fabrizio óvatosan belépett. A kis narancskertbe jutott, előtte sűrűn rácsozott ablak, 3-4 lábnyira a földtől. Egészen sötét volt. Fabrizio valamilyen zajt hallott az ablak felől, ujjaival a rácsot tapogatta, amikor azt érezte, egy kéz kinyúl a vasrudakon, megfogja az ő kezét, valaki az ajkához húzza és megcsókolja. Én vagyok, szólította egy kedves hang. Ide jöttem, hogy megmondjam, szeretlek, s megkérdezzelek, akarsz-e engedelmeskedni nekem. Az olvasóra bízzú képzelje el Fabrizio feleletét, boldogságát, csodálkozását, az újongás első pillanatai után Clélia ezt mondta. Emlékszel, ugye megfogadtam a Madonnának, hogy soha nem nézek rád, ezért várlak ilyen mély sötétben. Akarom, hogy tudd. Ha bármikor kényszerítenél, hogy világosságban rád nézzek, mindennek vége. Azt pedig nem akarom, hogy Anetta Marini előtt prédikálj, és nehogy azt hidd, hogy én voltam olyan ostoba, hogy a karosszéket vitettem át a templomba. Drága angyalom, nem prédikálok én többé senkinek. Csak azért prédikáltam, mert egyre azt reméltem, egy napon meglátlak. Ne beszélj így. Gondolj arra, hogy nekem tilos téged látnom. Itt engedélyt kérünk az olvasótól, hogy átugorjunk 3 esztendőt, anélkül, hogy egyetlen szót ejtenénk róla. Amikor elbeszélésünket folytatjuk, Mosca gróf már régen visszatért Pármába, már miniszterelnök, hatalmasabb, mint bármikor. A mennyei boldogság 3 éve után Fabrizio egy gyöngéd szeszélye mindent feldúlt. Cléliának volt egy kedves, 2 éves kisfia, Sandrino, anyja boldogsága, a gyerek mindig vele volt, vagy Crescenzi Marchi térdén. Fabrizio azonban szinte soha nem látta őt, és Fabrizio nem akarta, hogy Sandrino egy másik apát szeressen. Fölvillant benne a terv, elrabolja a gyereket, mielőtt Sandrino még határozott emlékeket őrizhetne apjáról. A nappalok hosszú óráiban, amikor a Marchini nem láthatta barátját, az vigasztalta Cléliát, hogy látja Sandrinót, mert be kell vallanunk valamit, amit az Alpokon túl északra furcsálani fognak, bármekkorát botlott is Clélia, hű maradt fogadalmához. Talán emlékeznek még rá, hogy azt ígérte a Madonnának, soha nem néz Fabrizióra, pontosan ezekkel a szavakkal mondta. Így hát csak éjszaka fogadta őt, és soha nem gyújtott semmilyen lángot a szobában. De minden este fogadták Fabriziót, és ami a legcsodálatosabb, az udvarban, melyet a kíváncsiság és az unalom emésztett. Fabrizio oly tökéletes óvatossággal mozgott, hogy soha még csak nem is gyanították ezt az amicíziát, ahogy a Lombardiában nevezik. Szerelmük hevesebb volt sem, hogy néha össze ne kapjanak. Clélia nagyon ki volt szolgáltatva a féltékenységnek, de veszekedéseik csak nem mindig másból fakadtak.
Fabrizio kihasználta néha a nyilvános szertartásokat, hogy megjelenhessen ugyanott, ahol Crescenzi Márkiné is megjelent és nézte őt. Clelia ilyenkor valamilyen ürügyet keresett, hogy gyorsan elsiethessen, és utána hosszú időre eltiltotta magától barátját. A pármai udvarban eléggé csodálkoztak, hogy a feltűnően szép és emelkedett szellemű asszony körül nem kerekedik soha semmilyen botrány, pedig szenvedélyeket ébresztett, melyekből nem egy bolond elhatározás fakadt, gyakran Fabrizio is féltékenykedett. A jó Landriani érsek régen halott volt már, Fabrizio jámborsága példásan erkölcsös élete, ékes szólása elfeledtette őt. Bátyja meghalt, örökölte a családi vagyont. Ettől az időtől kezdve egyházmegyéje vikáriusai és plébánosai között osztotta ki a 101 néhány ezer frankot, melyet a pármai érsekség jövedelmezett. Álmodni is nehéz lett volna tiszteltebb, tiszteletreméltóbb és hasznosabb életet, mint amilyenné Fabrizio formálta életét, amikor az a szerencsétlen gyöngéd szeszély mindent felkavart. A fogadalom miatt, amit tiszteletben tartok, s amely mégis szerencsétlenné tesz, mert te sohasem akarsz nappal látni, mondta egyszer Cléliának. Mindig egyedül kell élnem, nincs más szórakozásom, csak a munka, és még munkám sincs elég. Még ilyen szigorúan és szomorúan töltök naponta hosszú órákat, egy gondolatom támadt, és ez a gondolat gyötör, hiába próbálom 6 hónapja leküzdeni. A fiam nem fog szeretni, soha nem hall rólam. A Crescenzi palota finom kényelmében nő, és alig ismer. Ha nagy ritkán látom, az anyjára gondolok, akinek égi szépségére emlékeztet, s akire nem szabad rápillantanom. Sandrino csak azt láthatja, hogy arcom komoly, s a komolyság a gyereknél a szomorúságot jelenti. Sok szó, vajon mi rejtőzik mögötte? Megijeszt, szólt közbe a Márkiné. Mi rejtőzik, hogy megkapjam a fiamat, hogy velem lakjon, látni akarom minden nap, azt akarom, szokja meg, hogy szeressen. És én is becézni akarom minden szabad órámban. Páratlan végzet, mely úgy döntött, hogy megfosztanak a boldogságtól, melyet annyi szeretetre szomjas lélek élvez. Nem élhetek azzal, akit imádok. Azt kívánom legalább, hogy egy élőlény legyen mellettem, aki rád emlékeztet, aki valamiképpen helyettesít. Kényszerű magányban élek, a hivatali ügyek és az emberek terhemre vannak. Jól tudod, hogy sohasem ismertem meg a nagyra vágyást, üres szó volt attól a pillanattól kezdve, amikor szerencsémre Barbone beírt a rabok jegyzékébe. És a mélabúban, mely tőled távol rám nehezedik, nevetségesnek érzek mindent, ami nem a lélek elménye. Elképzelhetjük, milyen heves fájdalommal töltött el Cléliát, barátja szomorúsága, és szomorúságát csak fokozta, hogy úgy érezte, Fabriciónak valamelyest igaza van. Már-már kételkedni kezdett, nem kell-e fogadalmát megszegnie. Akkor ugyanúgy fogadhatná Fabriciót nappal, mint bárki mást a társaságból, és sokkal tisztábbnak ismerték sem, hogy megszólták volna ezért. Arra gondolt, hogy nagyon sok pénzzel felmentést nyerhetne fogadalma alól, de azt is érezte, hogy az ilyen világias megoldás nem nyugtatná meg lelkiismeretét, és a haragos ég talán megbüntetné az újabb bűnért. Másrészt, ha beleegyezik és enged Fabrizio oly természetes kívánságának, ha nem akarja szerencsétlenné tenni a jól ismert érzékeny lelket, melynek nyugalmát oly különösen zavarta meg az ő szokatlan fogadalma, hogyan, milyen módon rabolhatnák el az előkelő olasz főúr egyetlen fiát, anélkül, hogy felfedezhetnék a csalást? Crescenzi Márki óriási összegeket áldozna, ő maga vezetni a kutatást, és előbb-utóbb lelepleznék a szöktetést. A veszélyt csak egyetlen módon háríthatnák el, a gyereket el kellene küldeni messzire, például Edinburgh-ba vagy Párizsba. De erre az anyai szeretet nem tudta magát elszánni. A másik mód, amit Fabrizio ajánlott, valójában a legjózanabb volt, de valamilyen fenyegető előjel rejlett benne, s a kétségbe esett anya talán még ijesztőbbnek érezte. Betegséget kellene megjátszani, a gyerek egyre rosszabbul lenne, és végül, amikor Crescenzi Márki távol van, Sandrino meghalna. Clelia irtózása egészen a borzadásig fokozódott, egy időre még a két szerelmest is elszakította, de ez nem tartott sokáig. Clelia azt hajtogatta, Isten kísértés, s hozzátette az imádott gyerek a bűn gyümölcse, s ha még tovább ingerlik az égi haragot, Isten visszaveszi őt. Fabrizio meg ismét azon különös sorsát panaszolta.
Hivatásom, melyhez a véletlen juttatott és szerelmem örök magányra köteleznek. Én kirekesztve élek a meghitt együttlét örömeiből, nem úgy, mint a velem egykorúak, mert maga csak sötétben fogad engem, másként soha. S így életemnek az a része, amit magával tölthetek, azt mondhatnám, percekre zsugorodik. Mindketten sokat könnyeztek. Clélia ágynak dőlt, de jobban szerette Fabriciót sem, hogy konokul elutasítsa a szörnyű áldozatot, melyért a férfi esengett. Sandrino látszólag megbetegedett. A márki sietve hívatta a leghíresebb orvosokat, és Clélia ettől a pillanattól kezdve egy ijesztő nehézséggel találkozott, amire nem gondolt előre. Meg kellett hiúsítania, hogy a bálványozott gyerek egyetlen gyógyszert is lenyeljen, amit az orvosok rendeltek. Nem volt könnyű feladat. A gyereket tovább tartották ágyban, mint egészsége elbírta volna, és valóban beteg lett. Hogyan lehet bevallani az orvosoknak, mi okozza a betegségét? Két ellentmondó is oly komoly cél őrölte Cléliát, hogy az asszony csak nem eszét vesztette. Beleegyezzék-e a látszólagos gyógyulásba, és áldozza fel a hosszú kínos színlelés eredményét. Fabrizio sem tudta megbocsátani magának, hogy barátnője szívén ilyen erőszakot követ el, de tervét sem tudta feladni. Megtalálta a módját, hogy minden éjszaka bevezették a beteg gyerekhez, és ez újabb bonyodalommal járt. Sandrinót maga Crescenzi Marchini ápolta, és nem kerülhették el, hogy Fabrizio néha ne lássa őt gyertyavilágnál. Clélia szegény beteg szíve olyan szörnyű bűnnek érezte ezt, mely Sandrino halálát jósolja. Hiába hallgatták meg a leghíresebb egyházi kazuistákat, mi a véleményük egy fogadalom megtartásáról, ha teljesítése nyilvánvalóan káros, s hiába felelték azt, hogy nem tekintendő a fogadalom bűnös megtagadásának, ha az a személy, akit fogadalma kötelez, nem pusztán hiú érzéki gyönyörűségből menti fel magát, hanem azért, hogy ne idézzen fel kétségtelen szerencsétlenséget. A Marchini gyötrődése nem csitult, és Fabrizio úgy látta, meghökkentő ötlete Clélia és fia halálához vezet végül. Bizalmas barátjához, Mosca grófhoz fordult segítséget, aki bármilyen öreg, tapasztalt miniszter volt, megrendült ettől a szerelemtől, melyről alig tudott valamit. Elintézem, hogy Crescenzi Marchi legalább 5-6 napig távol legyen, mikor akarja. Fabrizio hamarosan jelentette a grófnak, mindent előkészítette, hogy a Marchi távollétét felhasználhassák. Két nappal később, amikor a Marchi Mantova környéki birtokáról hazafelé lovagolt, brigantik, akiket nyilvánvalóan személyes bosszú fizethetett meg, elrabolták őt. Semmiképpen nem kellemetlenkedve egy bárkába rakták, mely 3 napig úszott lefelé a Pón, ugyanazt az utat tette meg, mint Fabrizio egykor a hírhedt Giletti késelés után. 4. napon a brigantik kitették a Marchit a Pó egyik elhagyott szigetére, miután gondosan kifosztották, és nem hagytak nála sem pénzt, sem máshol, mint aminek a legkisebb értéke lett volna. Crescenzi Marchi 7 teljes napig nem tudott visszatérni pármai palotájába, mire megjött, palotáját feketén bevonva találta, a házanépét kétségbeesésben. A nagyon ügyesen végrehajtott szöktetésnek gyászos következménye lett. Sandrino, akit titokban egy nagy, szép épületben helyeztek el, ahol a Marchini csak nem naponta meglátogatta, néhány hónap múlva meghalt. Clélia úgy érezte, igazságos büntetés sújtja, mert hűtlen lett a Madonnának tett fogadalmához. Gyakran látta Fabriciót gyertyafénynél, sőt 2 nappal is, és milyen gyöngéd újongással, míg Sandrino beteg volt. Csak néhány hónappal élte túl az imádott fiú halálát, de boldogan halt meg barátja karjai közt. Fabrizio szerelmesebb volt és vallásosabb sem, hogy az öngyilkossághoz fordult volna, abban reménykedett, hogy találkozik még Cléliával egy jobb világban, de elég okos is volt, hogy tudja, sokat kell jóvá tennie. Néhány nappal Clélia halála után számtalan adományozó levelet írt, melyekben 1000 frankos járadékot biztosított minden szolgájának, s önmagának ugyanennyit tartott meg. Körülbelül 100 000 lira jövedelmet jelentő birtokait Mosca grófnéra iratta, ugyanilyen összeget adott anyjának, Del Dongo Marchininak, s ami még összeg megmaradt az apai vagyomból, egyik nővérének juttatta, aki vagyontalan embernek lett a felesége. Miután egyházi hatóságánál lemondott az érsekségről és mindazokról az állásokról, melyeket 5. Ernesto kegyes, a miniszterelnök barátsága elhalmozta, következő napon visszavonult a pármai kolostorba, mely a Pó menti erdőkben állt, Szekkától 2 mérföldnyire.
Moszka grófné nagyon helyeselte annak idején, hogy férje ismét miniszter lett, de soha nem volt hajlandó visszatérni 5. Ernesto fejedelemségébe. Vignánóban tartotta udvarát, negyedmérföldnyire Casal Maggiore-tól a Pó balpartján, tehát osztrák területen. Ebben a csodálatos Vignánói palotában, melyet Moszka gróf építetett, minden csütörtökön fogadta Parma előkelő társaságát, sok-sok barátját pedig naponta. Fabrizio egyetlen alkalmat sem mulasztott el, minden nap ott járt Vignánóban. Szóval a grófné látszólag mindenképpen boldog volt, de csak nagyon rövid időre élte túl Fabriziót, akit imádott, s aki csak egy évet töltött a kolostorban. Parma börtönei üresen álltak, a gróf határtalanul gazdag volt, 5. Ernestót imádták alattvalói, uralmát a toszkánai nagyhercegek idejéhez hasonlították. Vége.